Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön, hogyan játszunk Banshee-vel? Igen, tudom, azt érdekel ez a karakter. Ám mégis remélem, ez a videó egy kicsit népszerűsíteni fogja, és hogy mondjam, megadja a lehetőséget annak, hogy ezt a karaktert berakjátok az arzenálotokba. Nem beszélve arról, nagyon könnyű elérni, csak le kell menni a Clan Dojo-ba és ki kell szedni. És egy olyan karaktert nyertek vele, ami annak a négy fős csoportnak hatalmas segítségére tud lenni. Nem beszélve arról, hogy vannak olyan játékosok, akik szólóként nagyon jól tudnak bánni Banshee-vel, és elképesztő játékot tudnak vele lehozni, ami elég meglepő. Én magam például nem nagyon szeretek vele szólozni, mert nem vagyok hozzá elég ügyes, főleg azért, mert megszoktam a tankosabb karaktereket, amik tényleg be tudnak nyelni egy-két golyót, és a Banshee nem az a karakter, ami be tud nyelni egy-két golyót. Viszont ha nagyon jól tudsz vele játszani, akkor már is ráérzel arra, hogy mitől tud az a Banshee benyelni egy-két golyót, és mi az az erőssége. Természetesen egy olyan karakter, amivel nem igazán állhatsz meg a pályát. Ám, viszont, ha van körülötte másik három ember, a Banshee olyan előny a csapat számára, amit nem tudom, ez egy kezemben meg tudnak számolni, hogy hány karakter képes egy ilyen előny nyújtani a csapattársaknak az összes Warframe karakter közül. Nos, mire gondolok itt? Én Banshee-t lehet, hogy már mutattam sokszor Sortira, nagyon sokat szoktam vinni Sortira, főleg Interceptionre, Defense-re szoktam, bárhol, ahol egy tömeget kell szabályozni, ledarálni, pillanatok alatt lehozni gyors defense köröket, akármit, a Banshee a királynő. Az egyik királynő ebbe, tehát az van még a királynő, de az egyik királynő ebbe. Ha netán van mellette egy EV Trinity, akkor kihozhatja magából a teljes erejét, és akkor nagyon durván darálja a pályát. Ha nincs EV Trinity mellette, akkor sem kell pánikba esni, a Banshee akkor is kurvára meg tudja oldani az egész szituációt és az egész lényeget. Nos, srácok, nem húznám nagyon az időtöket. Rögtön rá is térnék a modolásra, fegyverek terén mindegy, hogy mit, és azt kell mondjam, hogy a Banshee az egy olyan karakter, aminek kell biztosítani a megfelelő körülményeket ahhoz, hogy tökéletesen ki tudjon működni. Ezért még mielőtt rátérnek a modolására és egy másodperc alatt, az egyik nagyon fontos dolog, ami Banshee-nél mindig ott van nálam az én esetemben, és javasolt a te esetedben is, az az aranybogaram, aki nem mellesleg egy huraszkubró. A huraszkubrónak a speciális kép, tetszik a szobort? Szerintem is jó. A huraszkubrónak a speckó képessége, hogy láthatatlaná tesz. Prisma Shade. Kérem szépen, láthatatlaná tesz, nem annyira jó, mint a huraszkubró, úgyhogy ha van egy a huraszkubrót, használd azt a huraszkubrót, könyörgök, a shade az egy kalapkaki, hagyjuk. Nos, mindenképp, hogyha Banshee-vel mászkálunk, akkor szüksége van egy láthatatlanná tévő akármire. Nálam ez a huraszkubró tökéletesen megfelel, és mit érek el ezzel? Abban a pillanatban, hogy leultizok egy olyan pályán, ahol szükség van a Banshee-nek a tömeg szabályozó képességére, abban a pillanatban a kutya láthatatlanná tesz. És nagyon hosszú ideig tesz láthatatlanná. Mert előfordulhat, mint minden képességnél, az összes karakter előfordulhat, hogy bármennyire ő tömeg szabályozó, átcsúszik egy-két golyó. Huraszkubró megoldja. Tényleg, ajánlom. Huraszkubró megmenti a Banshee-t. Mindenképpen. Jöjjenek a modolások most már tényleg. Fegyverek terén mindegy, mit adsz neki, csak képes legyen gyorsan ölni. Gyorsan ölni. Nem muszáj tömegeket öljön, de olyan fegyver legyen, ami gyorsan tud ölni. Gyorsan. Én például ezért viszek Bor Prime shotgunokat. Többnyire is. Bármilyen shotgun, egy Bor Prime, egy tigris, bármelyik tigris, egy szoma esetleg, hogyha gépfegyverni, szóval valami, amit gyorsan darálja az ellenfelet, mert Banshee-nek erre szüksége van. Nos, modolás terén. Jöjjön, kezdjük innen. Kezdjük innen. Jó, ez a modolás, a tömegszabályozó modolásom arra készült, hogy
hosszú-hosszú időn keresztül fel tudjon tartani tömegeket, nem megölni, kis szinten megöl bárkit. Tehát egy 20-as szintig meg fogja ölni az enemiket. 20-as szint fölött már nem nagyon, szép lassan csökkenti az életüket, de feltart akármennyi tömeget, és a társait addig szépen le tudják őket darálni, ha szükség van rá. Ha egyedül vagy, az se gáz. Arra készült ez a modolás, hogy egy teljes interception kört lehozzon, ha mind a 4 pont foglalva van. Akkor is lehozza, hogyha egy pont esetleg nem a tiétek, de akkor teljesen nem tört ki az energiát. Percekről beszélünk ebben az esetben, srácok, tehát arra készült egy teljes interception kört lehoz, és még marad energiád a végére arra, hogy elnyomd a kettest, illetve a hármas képességedet, hogy a feltartott tömeg, amelyik benyomul feléd, őket ki tud szedni, legyen esélyed kiszedni, és az egyes képességet is még rájött tudsz bemelni, hogy elessenek. Ez erre van kitalálva, ajánlatos iskola tanul neki a Zenurik mindenképp, tehát ez egy kötelező dolog nála, a Zenurik, bármelyik másik iskola nem annyira effektív, kivéve a szólóban néz. Nos, ez lenne az egyik másik ilyen build. Következő dolog, ehhez már rég nem nyúltam, ez a build, ja nem, ehhez nyúltam. No, a következő dolog az a EV Trinity nélküli, bár szükséges, tehát kelleni fog egy EV Trinity, mindenképpen ez a buildhez, de igyekeztem kihozni belőle, hogy a legjobban bírja. Amit látjátok, ebben itt van egy ilyen, hogy Resonating Quake, ami annyit tesz, hogy ez egy augment mod, nagyon jó bensinek, tényleg érdemes kiszedni. Ez egy annyit tesz, hogy minden egy méteren, ameddig be van kapcsolva a képesség, növekszik a képességnek a range-e, és azon a növekedésen egy 100 extra damage-et ráad az erőre. Nos, minden másodpercben, ahogy be van kapcsolva ez a képesség, 1 méter nő a képesség szélessége, és 100 erőt még rá is fog adni az erőre. Ezért van, aki ezt modot belerakja, és úgy bildeli ki a bensit, hogy ad neki több power strength-t, többet, mint én, 145-től, ezért nagyon, de cserébe feláldozza az effektivitást. És ez úgy nagy gáz, szerintem, tehát nem mindig van egy EV Trinity, és ha jó, ha minél több ideig bírod, című történet, és 145 erő nagyon durván sokáig bírja ahhoz képest, hogy benne van ez a mod, mert minél több ideig van bekapcsolva ez a képességed, és benne van az augment mod, annál gyorsabban darálja az energiádat. Minél hosszabb ideig van bekapcsolva, annál gyorsabban darálja az energiát. Úgyhogy kelleni fog mellé bármi, ami energiát tölt, című történet, de azért viszonylag jól bírja, tehát gyors köröket le tudsz hozni, tehát fel tudsz szabadítani a csapatodat a hatalmas teher alól, hogyha arról van szó, de olyan durván sebesz, hogy csak 145% erővel is már hatalmas, ilyen 5000-6000 szintű sebzéseket tud kiosztani 145-ös power strength-szel. Mi van, hogyha még dolgozol a dolgokra? És van egy végső modolásom, ami szinte nem egy erő modolás című történet, de egy kicsit több effektivitás, nagyobb range-en, és ott van a Resonating Quake, tehát egy még nagyobb range-en, még nagyobb területen okozzak sebzést, és esetleg megöljem az enemiket. Ez egy olyan milyen köztes valami, akinek tetszik, tetszik, akinek nem, de ez semmi extra, aféle tesztelgettem magam, hogy most mit tudok csinálni a belsővel, és kijött egy ilyen, és így jónak tűnt, megtartottam. Az igazi komolyság ebben a buildben van, úgy gondolom, és ebben a buildben, amihez azért már fog kelleni bármi, ami energiát tölt neked. Srácok, én úgy gondolom, hogy ez a bensinek az egyik nyitja, és úgy gondolom, hogy nagyon jó csapatjátékos, és el lehet bárhová vinni, ahol arról van szó, hogy tömegeket kell szabályozni, feltartani, mert nagyon erős tud lenni. Vigyetek vele egy hurászkubrot, vagy egy sédet, hogy láthatatlan meglegyen. És mondtam, itt mondtam, a megfelelő körülmények között a bensi hatalmas segéderő tud lenni. Mire akartam még kiukadni? A BBA, nem B. Még mielőtt megjött volna ez az augment mod, hogy őszinte legyek, addig a Resonating Quake helyére még beraktam
egy bár, már nem is emlékszem, mit raktam ki, de ez volt a Solo Survivor buildem gyakorlatilag, és a Resident Evil Quake helyett esetleg érdemes berakni egy Solo Survivor buildre, és most jut eszembe, hogy mi volt az, az egy overextended. Mert a Banshee-nek Solo Survivorben nem igazán kell az erő. Értitek? Tehát nem ultizol Solo Survivorben, viszont kell neki a sok energia, az effektivitás, és kell neki az a range. Miért? Mert az egyes képességet nagy, széles területen ledönti az ellenfeleket, és remélhetőleg emiatt nem fognak rá kevésbé lőni, de fognak úgy, szóval. De a hármas képesség és az egyes képességének, ami a Solo Survivorben egy elengedhetetlen elem, ahhoz kell az a range, és kell az az effektivitás, hogy mindezeket spammelni tudjuk. Most már tényleg ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!